Korábbi híradónkban már beszámoltunk arról, hogy Japán a gyalogos forgalmat segítő beruházás zajlik a Rét utcában. Ezeket a munkálatokat a település részi önkormányzat tavalyi keretéből valósítják meg, hogy az ideit milyen fejlesztésekre fordítják, áprilisban határozzák meg. A Dunakömlödi település részi önkormányzatnál viszont már megvan a döntés, beruházásra 9 millió 600 ezer forint van. Ebből azt kell megvalósítani, amit a város a saját költségvetésébe tétel soron nem nevesített, és ennek mi fontosnak tartjuk. 4 évvel ezelőtt elkezdődött egy program, hogy a Dunakömlőd járdáit felújítsuk, ezt szeretnénk folytatni ebből a pénzből. Ebből a 9 millió 600 ezerből 1 millió forintot tartalékba tettünk, hogy hát ha valami váratlan esemény közbe jöhet az év során, és ezt majd szeptemberben szabadítjuk fel, hogyha nem használjuk fel. A járda felújításokkal a nagyobb igénybevételű területektől haladnak a csekélyebb forgalmúak felé, de természetesen a burkolat állapota is szempont. Befejezzük a járdajavítást a Szabadság utcába, a Béke utcába van még a páratlan oldalon, itt a központi részen néhány felújításra szoruló kis járdaszakasz. A Hegy utcának a páros oldalán ott is vannak járda problémák, de haladunk folyamatosan, amíg a pénzünk el nem fogy, folytatjuk a járda felújítást. Sportpálya előtt is van egy hosszú járdaszakasz, amit szétmarta ez a homokosó, amivel sikosságmentesítenek. Dunakömlődön a programokban megőrzik a kialakult hagyományt, tehát lesz borverseny, sportnap és halászléfőzőverseny, falunap, illetve adventi esték sorozat. A rendezvényekre a 12 milliós keret 20%-át, azaz 2 millió 400 ezer forintot költhetnek. A külső városrészek településrészi önkormányzata a rendelkezésükre álló 12 millió forint felhasználásáról, ahogy már elhangzott, áprilisban dönt. Ide tartozik Biritó, Cseresznyés, Csámpa, Gyapa és Hegyespuszta.